következő előadó pedig Molnár Imre lesz, Eszterházy János életútjának talán legrégebbi kutatója. Megkérném előadások megtartására. Kedves hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a lehetőséget. Mindjárt két megjegyzéssel kezdem a előttem szóló Bukowski tanár úrnak az előadással kapcsolatban. Vannak konkrét információnk arról, hogy igen, súlyos verés kapott Eszterházy János, mikor letartóztatták rögtön a fogvatartásuk idején. Egy kis cédulát csempész ki, azt hiszem Neumann Tibor, amiben leírja, hogy zsarolás, éheztetés és verés a osztály részünk, és itt van velünk is a letartóztatott magyarokkal. A másik az, hogy 1900 Eszterházy János kikérése a Szovjetunióból, tulajdonképpen ezek halálos ítélete meghozatala után gyorsul felerősödik föl, tehát a kikérése az a kivégzésére vonatkozik, tehát a halálos ítélet után a következő fázis pont a kivégzés kell, hogy legyen, és itt szeretném én folytatni, ez az már az én előadásom témája. Az 1945-ös frontátvonulás után ugye a kastély lepusztul, gyakorlatilag lakhatatlanná válik. A kastély nagyasszonya Alzsbeta Tarnowska grófnő leányával, Lujzával, a korábban a zsidó üldözések idején általuk megmentett Schlesinger család házában nyer befogadást a Újlakon, míg a lengyelországi menekültekkel együtt ide sodródó Michelski Mária, Eszterházy Mária Michelskiné Lengyelországból, azokkal a menekültekkel együtt, akiket Eszterházy segített, Újlakon landol az Eszterházy családban férjével és négy gyermekével. Ők 45-ben a kastély egyik majorsági épületében húzták meg magukat egész addig, míg a hatóságok ezt is ki nem sajátították, és Mária akkor egy penészes falusi házban zsúfolódik össze gyermekeivel. Eszterházy Lujza 1946-ban Pozsonyban Pozsonyba kerül, ahol internálják őt a ligetvalósi internáló táborba, mint magyart, de ott próbál még ott is valamilyen módon a hatóságok segítségével sokszor hátuk mögött kapcsolatba kerülni a letartóztatott Eszterházy Jánossal, az öccsével, és ez sikerül is, egy alkalommal találkoznak. Ezt követően azonban János elhurcolása után ő maga is kénytelen elhagyni az országot, utasítási végzést kap Csehszlovákiából, így 1946 májusában Párizsba távozzik egy nemzetközi vöröskeresztes útlevéllel. Ahogy Laci is említette, a Eszterházy letartóztatása után megkezdődnek az intenzív kihallgatások, azzal a céllal, hogy a lehető legrövidebb időn belül bíróság elé állítsák Eszterházyt és társait. A család ekkor már, és még a Pozsonyban tartózkodó magyar értelmiségiek, Szalatnai Rezső, Révai János segítségével megbízható ügyvédet próbál szerezni számára, de a benesi dekrétumok következtében magyarok akkor már ügyvédi praxist nem folytathatnak, és ezért megbízható szlovák ügyvédeket keresnek, és jelentkeznek is többen, akik hajlandók védeni Eszterházy Jánost. Eszterházy Lujza befolyásos zsidó származású értelmiségieket próbál arra rábírni, hogy interveniáljanak a pozsonyi nyugati nagykövetségeken, hogy fivérét a Szovjetunióból visszahozzák az elhurcolás után. A terv azonban nem jár eredménnyel, a zsidó szervezeteknek nincs semmi befolyásuk a szovjet kormány e tekintetben alkalmazott politikájára. Lujza 46 májusában tehát nyugatra, Párizsba ér, és ott azt hiszi, hogy nagyobb hatékonysággal keresheti fel a Párizsba akkreditált nyugati országok diplomáciai testületeit, meg is kezdi ezt a körútját, készít egy testvéréről, Jánosról szóló életrajzot, angolul, franciául, és megdöbbenve kell azt tapasztalnia, hogy a nyugati diplomáciai körök, és velük együtt a mérvadó nyugati értelmiség egyszerűen
egy kritikátlan szovjet barátságot, szovjet elfogultságot mutat, és érdektelenséget mutat a kéréssel kapcsolatban. Ez a úgynevezett proszovjet elkötelezettség kizártá tett minden olyan lépést, próbálkozást, amelyet a Szovjetunióval szembeni kritikai megnyilvánulásként lehetett volna értelmezni. Eszterházy Lujzának a Párizsba akkreditált nyugati diplomáciai testületek vezetői egyszerűen visszautasították azt a kérését, hogy közbejárjanak fivére érdekében. Jellemző, hogy a nyugati sajtó is mereven elzárkozott attól, hogy cikket jelentessen meg a témában. Lujzának egyedül Dobelhoff Lili bárónő, a két világháború közti Pesti Napló Párizsban élő befolyásos újságírója közbenjárásával sikerült a Manchester Guardianban egy tudósítást elhelyezni arról, hogy fivérét a Szovjetunióba hurcolták. Minden más nyugati lap, párizsi és angol lapok elzárkóztak a hasonló jellegű cikkek közlésétől, és az elutasítás indoka, Lujza leírja, minden esetben az volt, hogy a lapok nem tartják aktuálisnak a jelenlegi helyzetben a szovjet ellenes vagy szovjet bíráló cikkek leközlését. Lujza keserűen jegyzi föl följegyzései között, hogy elnémult az emberi jogok védelmének hangja a nyugati sajtóba. De nem kevésbé keserűen kellett megállapítani azt is, hogy a nyugati sajtó és a nyugati közvélemény hasonló jellegű magatartást tanúsított Csehszlovákia esetében is, ahol, ahogy már az előbb is hallottuk, megindult, javában folytatódott a szlovákiai népcsoport kollektív bűnösi nyilvánítását követő súlyos diszkriminatív intézkedés sorozat, a jogfosztottság időszaka, ahogy ezt mi ismerjük. Eszterházy Lujza a csehszlovákiai magyar kisebbség egyik meghatározó képviselőjének tartva magát, megpróbált közben járni a magyar népcsoport érdekében, de intervenciói mindenhol süket fülekre találtak. Amiből azt a következtetést kellett levonnia, hogy a nyugati világ így próbálja kompenzálni a Csehszlovákia sorsát alapvetően meghatározó 1938-as müncheni egyezmény miatti szégyenérzetét. A nyugati politika, amely egykor ellenvetés nélkül hozzájárult a csehszlovák állam feldarabolásához, a müncheni diktátumhoz, most ugyanilyen ellenvetés nélkül kritikátlanul elfogadott minden olyan intézkedést, ami az úgynevezett tiszta szláv állam létrehozására irányult Csehszlovákia fönnmaradását biztosítandó. Eszterházy Lujza látva a párizsi békekonferenciát megelőző csehszlovák sajtókampányt, keserűen kellett, hogy megtapasztalja azt is, hogy Beneš elnök és a csehszlovák diplomácia 100%-ig kihasználja a maga céljai elérésére a nyugati közvéleménynek ezt a hozzáállását. Ráadásul még nagyobb keserűséget okozott számára az, hogy a magyar diplomácia ebben a helyzetben képtelen volt bármilyen ellenlépésre, egyszerűen nem rendelkezett ellenérvekkel, mellyel ellensúlyozni tudta volna ezt a csehszlovák propagandát. Ilyen előzmények után került sor a párizsi békekonferencia megrendezésére, melyen Eszterházy Lujza szakfordítóként, tolmácsként véleményem szerint máig kellően nem értékelt fontos szerepet játszott. Magyar-csehszlovák viszonylatban a tét a párizsi békekonferencián nem volt kisebb, bár ez nem témája az előadásnak és a konferenciának, csak megemlítem, hogy nem volt kisebb a tét, mint a csehszlovákiai magyar kisebbség teljes létszámú kitelepítése Csehszlovákiából, úgy, ahogy ez a német kisebbséggel, a német nemzetiséggel történt. Mint korábban jeleztem, a békekonferencián résztvevő nyugati országok képviselői elfogadva a csehszlovák propaganda által súlykolt valótlanságokat, gyakorlatilag késztényként kezelték a szlovákiai magyarság kollektív bűnösségének, azaz kollektív fasizmusának állítását, és ezzel párhuzamosan a csehszlovák békedelegáció anyagának függelékében szereplő egyoldalú áttelepítés követelését is készténynek tekintették. A magyar tárgyaló delegáció előzetes tapogatózó felmérése azt az eredményt mutatta, hogy a magyar albizottság tagjai, akik tárgyalták a magyar béke feltételeket, gyakorlatilag készek voltak megszavazni a szlovákiai magyarság sorsára vonatkozó csehszlovák követelést.
Eszterházy Lujzát tragikus kimenetelű helyzetet felhasználva végigjárta az albizottságban helyet kapó tagállamok delegációit, illetve találkozott a vezetőikkel. Ezek az államok az US, tehát az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Új-Zéland, Ausztrália és India delegációinak vezetői voltak. A Párizsban tartózkodó Révai Istvánnal együtt, szintén a két háború közt egy kisebbségi magyar politikus itt Csehszlovákiában, memorandumot nyújtottak át a bizottság tagjai számára, és a memorandum főmondani valója az volt, hogy a párizsi békekonferenciának az igazi békekötést kell szolgálnia Csehszlovákia és Magyarország között, nem pedig újabb sebek és sérelmek okozását. Márpedig a csehszlovákiai magyarság egyoldalú kitelepítése csupán a két ország közti ellenséges viszony elmélyülését eredményezheti. Annál inkább, mivel ennek a követelésnek a legfőbb bizonyítéka a szlovákiai magyarság kollektív háborús bűnössége, hazug, valótlan állítás. A memorandum szerint hazug állítás száfolatára leginkább a szlovákiai magyar kisebbség vezetője Eszterházy János lenne a legalkalmasabb. Aki tudvalévőleg egyedül volt, aki a szlovákiai zsidóság deportálásának parlamenti törvényét nem szavazta meg. Ám ahhoz, hogy megtörténessen, azaz, hogy Eszterházy megcáfolhassa a magyarságot, szlovákiai magyarságot írt vádakat, előbb vissza kellett hozni a Szovjetunióból. Eszterházy Lujza érveire különösen a kanadai delegáció vezetője reagált érzékenyen, aki a magyar albizottságban a csehszlovák függelék megszavazása előtt, tehát a magyarság kitelepítése előtt expozéban foglalta össze a csehszlovák követeléssel szembeni érveket, és az expozé eredményeként a magyar albizottság tagjai elutasították a függelék megszavazását, ami azt jelentette, hogy a csehszlovákiai magyarság egyoldalú áttelepítésének kérdése lekerült a napirendről. A magyar békedelegáció tagjaként tevékenykedő Révai István szerint az előzmények ismeretében mindezt valóságos csodaként lehetett értelmezni. A történtek után a párizsi csehszlovák nagykövetség egyik diplomatája, Janta nevű diplomatája felkereste, kapcsolatot keresett Eszterházy Lujzával. Találkozójuk során, melyről Eszterházy Lujza följegyzéseiből van információnk, a diplomata elmondta, hogy Csehszlovákiának a jövőben az eddigiektől eltérő politikát kell folytatnia a magyar kisebbséggel, az egyoldalú kitelepítés helyett inkább a reintegráció politikáját kell választania, és kérte Lujza segítségét ahhoz, hogy memorandumban foglalja össze a csehszlovákiai magyarság integrációnak legfontosabb állomásait, amit ő annak vél. Ez a második memorandum volt, amit Lujza Párizsban elkészített, és átadta a csehszlovák képviselőnek, nagy diplomatának. Érdekes módon azonban ugye ennek a kapcsolatnak a folytatása megszakadt, hiszen a csehszlovák politikai elit elégedetlenül fogadta a párizsi békekonferencia eredményeit, és továbbra is a radikális megoldást követelte. 1947-ben a Párizsba érkező csehszlovák delegáció tagjai között Eszterházy Lujza már hiába keresett megértő személyeket, megértő füleket. Ennek ellenére sikerült találkozót kieszközölnie az ugyancsak a békekonferenciára érkező Vladimir Klementis államtitkárral, aki végighallgatva kérését hűvösen csupán annyit válaszolt, Csehszlovákiának nem áll érdekében Eszterházy János Szovjetunióból való visszahozatala, és mindezt a szovjet kormánynak is a tudomására hozta. 47. februárjában vagyunk. Jellemző a magyar-csehszlovák viszony korabeli eldurvulására, hogy az ugyancsak a békeszerződés aláírására érkező Gyöngyösi János kizártnak tartotta, hogy a magyar kormány a csehszlovák kormány akarata ellenére eredményesen tudna közben járni a Szovjetunióban fogolyként tartózkodó Eszterházy érdekében. A szinte minden reményét elvesztő Eszterházy Lujza kérdésére, hogy ez miért van így, így fogalmazta meg az emigráció egyik tagja véleményét. Ha Eszterházy János ártatlansága bebizonyosodna, akkor az általa vezetett magyar kisebbséget is fel kell menteni a vádak alól, és akkor megszűnik az annak kitelepítését alátámasztó egyik legfőbb indok.
A szlovákiai magyarság kollektív bűnösségének elve alapján zajló üldöztetés tehát folytatódott Csehszlovákiában. 47. szeptemberében a New York Herald Tribune hírt adott Eszterházy Jánosnak a pozsonyi nemzeti bíróság által egy nappal korábban meghozott halálos ítéletéről. Amikor a per előkészületei kitudódtak, Eszterházy Újlakon élő édesanyja és húga Mária a család pozsonyi kapcsolatain keresztül újra ügyvédet próbált szerezni a számára. Úgy tűnt, siker koronázza igyekezetüket, hiszen az ekkor Párizs Pozsonyban élő cseh ügyvéd Jiří Křížek szívesen vállalta az általa tisztelt Eszterházy védelmét. Mint ismeretes, a Nemzeti Bíróság azonban az ügyvéd személyét elutasította, a tanúk meghallgatásának lehetőségét is elutasította, és mindezzel szinte igazolta Eszterházy Lujza azon felvetését, hogy a csehszlovákiai magyarság elleni ítélet, azaz az országból való eltávolítás végrehajtásához el kell ítélni annak vezetőjét, Eszterházy Jánost is. A jóváhagyott halálos ítélet azt a tragikus felismerést hozta magával Eszterházy Lujza számára, hogy az a kormány, amely minden jogi normát felrúgva képes volt ilyen alattomos ítéletet hozni fivére János ellen, az képes lesz arra is, hogy ugyanennek a célnak az érdekében a halálos ítéletet is végrehajtsa rajta. Úgy vélte, minden erejével most a fivére ellen lefolytatott pert kell megismételnie, vagy megismétlését kell elérnie. Egy újabb jogászok segítségével összeállított táviratban perújra felvételt kért Benes elnöktől, és ezt a jogi szakcikknek is beillő szöveget a New York Herald Tribune is leközölte. Benes válasza 1947. novemberében érkezett meg a párizsi lengyel nagykövetségén keresztül, miszerint az elnök támogatja Eszterházy hazahozatalát, és egyben annak perújra felvételét is. Tehát itt megerősíti a Laci előbbi közlését a levelezés, az Eszterházy levelezési hagyaték. A remény tehát újra felcsillant az Eszterházy családtagok számára, és e remény jegyében köszönő táviratot írt Eszterházy Lujza, Benes elnök és felesége számára 1947 karácsonyán. A táviratban a tanúk meghallgatását és fivére számára korrekt bíráskodást kért a perújra felvétel során. Tehát szinte már kész tényként könyvelte el, hogy sor kerül majd Benes elnök ígérete nyomán a perújra felvételre. 1948. januárjában ezt a feltevését megerősítendő válasz érkezett az elnöki hivataltól Prágából, melyben az állt, hogy Benes elnök és neje megköszönte az újabb levelet, és a Lujza kéréseinek gyors teljesítését helyezték kilátásba. Eszter Lujzában tehát megerősödött a remény, azonban ezt a reményt az 1948-as csehszlovák kommunista pucs ismét kioltotta. A helyzet újra rosszabbra fordult Csehszlovákiában. Újabb akciók indulnak a szlovákiai magyarság ellen, például a Délakció, Akcia Juh, és Eszterházy Lujza erről tudomást szerez. Tarnoszka Erzsébetnek is el kell hagynia Csehszlovákiát 1948-ban. Ekkor érkezik Franciaországba, lengyel rokonainál, Montrezorban telepedik le, és 1956-ban bekövetkezett haláláig ott él. A csehszlovák külügy azonban, és itt térek vissza megint a korábbi témához, Clementis szavai, korábbi szavai ellenére a halálos ítélet után kikérte Eszterházy Jánost, és ezzel gyakorlatilag a súlyosan beteg, a halálos ágyán lévő politikus életét mentette meg, hiszen néhány hónapon belül ott kiszenvedett volna, olyan állapotban volt. Húga, ekkor visszatérése után húga Mária lép a porondra, pozsonyi zsidó származású barátjával, Prizender Emillel, azonnal fölkeresik az ugyancsak szlovák főügyészt, dr. Wagnert, aki engedélyt ad arra, hogy Eszterházy János kegyelmi kérvényt nyújthasson be a köztársasági elnökhöz, hiszen az ítélet meghozatal akkor távol volt, erre nem volt lehetősége.
Eszterházi János nevében Balogh Dénes Árpád, egy nyitrai baloldali ügyvéd fogalmazza meg a kegyelmi kérményt, amit Mária Prízender Emil segítségével juttat el Vavros Robár tárca nélkülű miniszterhez, aki a följegyzések szerint Gottwald elé terjeszti a halálos ítéletet. 49. július 2-án értesülünk arról a Szlovák Nemzeti Bíróság főügyészének leveléből, hogy Eszterházy János ügyének, illetve halálos ítéletét elhalasztják, felfüggesztik. Mondani se kell, hogy a családtagokat újabb remény hullám öntött el, hiszen Eszterházy Jánost kiadják pozsonyi kórházi kezelésre. Eszterházy Lujza köszönő táviratot intéz Klement Gottwald elnöknek és Vladimir Klementis külügyminiszternek. Mint egy erre válaszként Eszterházyt június 22-én újra visszaviszik a börtönbe, ahol kezelési elégtelensége miatt állapota ismét válságossá válik. Mária az igazságügyi megbízotthoz fordul, hogy testvérét engedjék újra kórházi kezelésre, arra azonban nem kap lehetőséget, és mikor elutasítják ezt a kérését, Klement Gottwaldhoz fordul egy személyes hangú megrendítő kegyelmi kérvénnyel. Ezt írja: elnök úr, hiszem, nem olvasom csak a végét, hogy ön jót akar annak az embernek, aki az üldöztetések idején a leginkább üldözötteknek az oldalára állt. Hiszem, hogy megengedi, hogy életét a kórházban fejezze be, ne pedig a börtönben, mint valami gonosztevő. Bár az igazságszolgáltatás alsóbb szintjein hajlottak volna arra, hogy Eszterházy egy enyhébb ítélettel akár szabadrábra is legyen helyezve, az 50-es években újra egy külső tényező szól bele Eszterházy sorsának alakulásában, ez pedig a kommunista diktatúra által megindított koncepciós perek sorozata. Elképzelhetetlen volt, hogy az 50-es évek elején már megindulnak a csehszlovák kommunista vezetők letartóztatásai, bebörtönzései. Az említett Jerzsik Zsizsek cseh ügyvéd, a Miláda Horáková, szociáldemokrata, legendás cseh szociáldemokrata képviselőnő ellen indított perben például 20 év börtönbüntetést kap koncepciós perben, tehát elképzelhetetlen lenne, hogy ebben az időszakban szabadon engedenek egy arisztokrátát, Eszterházy Jánost, és így 1950. április 7-én meghozza a kegyelemből életfogytiglani ítéletét, kegyelmi ítéletét a köztársasági elnök. A családtagok nem nyugszanak bele, persze újabb memorandumok, aláírásgyűjtések következnek. Itt már a tét nem Eszterházy János szabadulása, hanem az egészség, tehát hogy az emberi körülmények közti kórházi kezelése. 3 perc van, csak most már csak szóbeleg említem, 2 nagy lehetősége van a szabadon engedés. 1953-ban Sztalin halála után egy elnöki amnestia rendeletet adnak ki. Itt amnestia kérvénnyel fordul Eszterházy Mária, és ekkor már Vojtěch Barna, egy zsidó származású nyitrai ügyvéd a köztársasági elnökhöz, az amnestia kérést elutasítják. A következő amnestia 1955. május 9-én van, ahol Eszterházyt is ugye besorolják a szabadulók közé, és itt van ez a drámai jelenet, hogy egyedül őt fordítják vissza egy plusz még egy társával a börtönből, és nem szabadon engedik, hanem büntetését 25 évre mérsékelik, tehát 1975-ben hagyhatta volna el a kórházat, vagy csak a börtönt. Lujza számtalan emigrációban számtalan levelet intéz, beadványt intéz, például Montini bíborosnak, a későbbi 6. pálpápának, Nikita Hruscsovnak, Lloyd Selvinnek, az angol külügyminisztérium államtitkárának, ő is fölkeresi Antoni Zápotockit is levéllel, Manak francia külügyminiszternek, és mindenkitől Eszterházy János gyógykezeltetését, kiszabadulásának érdekében való közbenjárását kéri. A vasfüggöny jól működik, lehetetlen, semmilyen próbálkozás nem jut eredményre. Eszterházy Mária egyik levelében így fogalmaz ezzel kapcsolatban:
semmit, abszolút semmit sem lehet tenni ebben a rendszerben, mely úgy tartja, hogy a kegyelem nem könyörületi megnyilvánulás, és megadása csak akkor lehetséges, ha a büntetés már betöltötte átnevelő feladatát. Mivel Eszterházy János esetében ez a helyzet, tehát az átnevelés nem állt fenn, szabadon bocsátása a hatalom körebeli birtokosai számára is tárgytalannak minősült. Eszterházy János halála után nővére Lujza 1966-ban bekövetkezett haláláig próbálkozik Máriával együtt azzal, hogy Eszterházy János halála után, hogy a hamvait, az elkobzott hamvait visszaszerezzék, hogy méltó, hogy legalább emberi temetést rendezhessenek a számára. Mind a ketten úgy kell, hogy meghalljanak, hogy erre sem mutatkozik, erre sem kapnak pozitív választ, nincs remény arra, hogy bármiért is elérhessenek, sem életében, sem holtában, ahogy ezt a Mírovi börtönparancsnok fogalmazta. Köszönöm a meghallgatást.